Rangos versenyen vett részt a Dombóvári Karatesuli Egyesület, a klub Szerbiában a karate világbajnokság és utánpótlás világkupán mérettette meg magát. Magyarországról 72-en vettek részt ezen a nemzetközi nagyon nagy megmérettetésen. Dombóváról 10 voltunk, előtte volt Európa-bajnokság, ez is szintén itt a szomszédban, Szlovéniában volt, az július végén történt, és előtte is, meg utána is volt Magyarországon országos bajnokság, és akik ezeken a versenyeken a legjobbak közé tudták magukat beküzdeni, őnekik volt lehetőségük arra, hogy a versenyen részt vegyenek. Nagyon jó előjelekkel indultunk, előtte október 23-án volt a magyar bajnokság, ez Magyarországnak a legrangosabb hazai versenye, ez Sárváron került megrendezésre, és ott is az első 10-be sikerült bekerülni a dombovári csapatnak az összeredménye, az összéremszerzési teljesítménye alapján, ami óriási dolog. Egy japán mondás szerint az, aki rendszeresen edz és meg tudja magát védeni, másképp él. A karatéka reflexei annyira pontosak, hogy védőfelszerelés nélkül is képes harcolni ellenfelével. Fő haszna és iránya az egészséges fizikai, mentális és erkölcsi fejlődés. Ez egy olyan rendezésű verseny ez a karate, ahol egyenes kiesés van. Tehát, hogyha valaki az első körbe kiesik, akkor csomagolhat és indulhat haza, vagy indulhat öltözni, tehát javítási lehetőség nincs, és a küzdelem az egy pontért működik. Tehát, ha valaki egy kicsit nagyobb mellénnyel lép fel a küzdőtérre, azért, mert olyan ellenfele van, akit akár már többször is megvert, ha kicsit elbízza magát, az nem szerencsés. Ez az év, ez úgy tűnik, hogy egy kicsit úgy jobban mosolyog a Dombóvári Karatesuli Egyesületre. Hát a személyemen keresztül kaptunk elismerést. Megyei szinten még szeptember 1-én kaptam én Sipos Márton díjat, ami a megyei sportnak a legmagasabb kitüntetése, és ezt követően november 11-én pedig a Magyar Olimpiai Bizottságtól felpédíjat vehettem át a sportszolgálatában kategóriában Budapesten. A világkupán a szerbek, románok, bolgárok mögött a pontversenyben a 4. helyen végzett a magyar csapat. 3 aranyéremmel zárt a 8 tatamin. Hála Istennek, ez már nem az első világbajnokságom volt, és gondolom a többiek azok azt gondolják, hogy ez ilyen hatalmas különbséggel hoztál minket, de nem, igazából ugyanolyan, mint egy helyi verseny. Én most ugrottam kategóriát, így meg vagyok elégedve az eredményemmel. Hát hála Istennek elmondhatom azt, hogy már mindent elértem, amit el szerettem volna még az elején, mivel ötszörös világbajnoknak mondhatom már magamat, szereztem Európa-bajnokságon is aranyérmet, magyar bajnokságon is és diákolimpián is. A Dombóvári Karatesuli egyik versenyzője egy ezüst és 2 bronzéremmel térhetett haza. A Dombóvári Karatesuli tagjai pedig már készülnek a következő megmérettetésre, melynek ők lesznek a házigazdái december 4-én.